Én egy időutazó vagyok. Tényleg. Hiszen most itt állok előttetek, de augusztus 19-én írom ezt a szöveget. Épp 60 felé tartunk egy vonatpótló buszon, hogy eljussunk Miskolcra. Feleségem balra mellettem, mögöttem pedig egy apuka, aki azzal szórakoztatja 5 éves kislányát, hogy az ülésemre szerelt étel és itart tartót ütemesen csapkodja a hátamnak. Pont olyan, mint a halott pénz legújabb száma. Hány ingerem lesz tőle? Egyre jobban idegesít, nem bírom tovább, hátra szólok. De már nincs itt mögöttem, hiszen itt állok előttetek. Az időutazás egyetlen szabálya. Ha találkozom a múltbéli vagy jövőbeli énemmel, nem szabad magamhoz nyúlnom. Érnem. Magamhoz érnem. Utazom az időben, és sok mindent látok. Legyen az múlt, a jelen következő pillanata, vagy épp a jövő. 2020. január 15. Vajna Timi készhez kapja az örökségét egy eltűnt végrendelet, és Andy Vajna után. 123 millió dollár. 2020. február 15. Timi az utolsó forintot is elköltött Andy örökségétől. 2020. február 16. Facebook. Vajna Timi kapcsolatban van. 2022. A Coca-Cola új promóciós anyaggal támad. Coca-Cola Extra Sugar Daddy. 2025. Lovasi András újra színpadra csábítja a Kispál és a Borz nevű legendált zenekart. A harmadik búcsú koncert erejéig. A sztárvendég Ákos. 2032. A magyar labdarúgó válogatott 1986 után ismét kijutott a VB-re. A faszt. Csak vicceltem. A történelem rengeteg fontos pillanatában jelen voltam. 1940. A McDonald's első sajtburgerét én ettem. Képzeljétek el, még volt benne hús. 1947. Ott voltam, amikor a kicsi Donald John Trumpot fejjel belejtették a kádba. Én is aláírtam a trianoni békét. Premier előtt láttam a Twin Peaks-nek a végét. Én voltam a határőr, mikor kimentek a ruszkik. Láttam, mikor lelőtték, és meghalni is Bruce Lee-t. Úgy érzem, hogy vannak még köztetek szkeptikusak. De ha nem tudnék utazni az időben, vajon honnét tudhatnám, hogy mindjárt felugrik egy csávó, hogy hagyjam már ezt a fasságot, mert az időutazás nem létezik, és egyébként sem vagyok szimpatikus, menjek már a szóval, a csávó mindjárt felugrik. 3, 2, 1. Ó, megváltozott a jövő. És te cserébe tudnál változni a jövőért? Például, ha a Tesco-ba bemész, nem kell minden szőlőszemhez letépned egy zacskót. Vagy legalább ne csodálkozz, ha a zöldek egyszer letépik a zacskód. Jártam 2051-ben. Minden rendben. Pont olyan, mint gyerekkoromban a kis szobában, amikor legóztam. Műanyag emberek járkálnak a műanyag házak között műanyag kutyákat sétáltatva. A sok szívószál miatt végül szopóágra kerültünk. De vannak jó híreim is. 10 éve nem gyulladt ki az amazonasi őserdő. 10 éve nincs amazonasi őserdő. Ingyen van a benzin. Azt isszuk víz helyett. Újra elkezdték tenyészteni a jegesmedvéket száraz jégből. Elegem lett. Visszajöttem. Itt állok most előttetek. De lejárt az időm, úgyhogy megyek is.